Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saru szíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket. Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged. Jézus 3 órát volt a kereszten, 3 évig tanított, és 30 évig csöndesen dolgozott Názáretben. Ennek a 30 évnek a határa az a mai ünnep, a megkeresztelkedés ünnepe, amikor a csöndből, az érésből, a készületből, a szürke hétköznapok egyszerűségéből kilép, kimozdul. Ebből a Jézusi megkeresztelkedés történetből mindenkinek meg kell találnia a saját élethelyzetének megfelelő történetet, hogy az én életemben hogyan van ez jelen, hogyan jelenik meg. Az egyik pontosan ez a kimozdulás, ez a kilépés. Nagyon sokszor egy-egy emberi élet itt veszíti el a nagyszerűségét, a szépségét, mert kicsiben vagy nagyban nem tud kilépni. Minden keresztény élet, akár gyerekkortól szép, csöndesen úgy beleértünk a keresztségünkbe, a Krisztus követésbe, akár csak egyszer valahogy felnőttként jött egy üzenet, egy gondolat, hogy én most komolyabban fogom ezt venni. Mindenképpen van valahol egy olyan rész, ahol kiléptünk a megszokottból, az, ahogy eddig volt, és valami újat kezdtünk el. Amikor Jézus hívja a tanítványokat, és olyan szépen mondjuk, hogy jöjj, kövess engem, vagy olyan szép, idillikus, gyerekek is hittanórán tanulják, amikor hívja az apostolokat, jöjj, kövess engem. De itt ki kellett lépni? Kilépni a megszokottból, a természetesből, és valami egészen újat elkezdeni. Mindenki tudja a saját életében, hogy mikor volt utoljára, amikor ilyen nagyot léptem az életemben. De nagyon fontos, hogy legyen erre a keresztény krisztusi szívünkben készség. De amikor az Isten valamit mond, valamire hív, valamit akar az életemben, akkor én merjek, tudjak lépni, kilépni, elindulni. És ennek az ünnepnek ez az egyik ilyen gyönyörű képe, hogy Jézus eljön Názáretből. Eljött a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett a Jordán folyóban. Azaz döntött, elindult, mert a kilépés az mindig döntés is. Beleáll a Jordán folyóba. Mit csinál? Beleáll a saját életébe.
ez lesz a sorsom, ez lesz az életem. Azokért az emberekért, akik itt vannak közel s távol. Benne vagyok a saját életembe, beleálltam. Vagy pedig úgy félig meddig, vagy csak éppen hogy. Aki környezetünkben mindig jobban fölfedezzük. Tessék megnézni, mindenkinek van a saját életterében olyan emberek, olyan sorsok, hogy boldogtalan. De miért? Mert nem állt bele a saját életébe. Nincs ott abban, amiben ott kéne lenni. Jézus beáll a Jordán folyóba. Ez lesz az életem. Alámerül benne. Ez azt jelenti, nincs más. Ez a házasságkötés, amikor két szív találkozásában azt mondja, akkor most már ebben indulok. Ez a gyermekek születése, amiben az édesanyák természetesen, mondhatnánk nyugodtan, hormonálisan, genetikusan beállnak, de a férjeknek, az apáknak fejben kell beállni, hogy innentől más lesz az élet. Bele kell állni, hogy apa lettem. És láttam férfiakat, akik sose álltak bele. Nem lettek apák. Nevelték a gyereküket, gondoskodtak róla, adtak neki pénzt, de maguk nem voltak ott. Nem találták meg a helyüket abban, amire az élet, az isteni szeretet meghívta őket. A papi élet. És ez bele kell állni. Bocsánat, most az én is. Most ez megy át a szívemen, a sorsomon. Ide jöttem Pécsre, míg az utcákat sem tudom, csak GPS-szel tudok ide is kijönni, mert fogalmam nincs, hogy merre induljak el. De a lelkemben, a gondolatomban, az érzésem az, nekem ebbe kell beleállnom. Mert ez az életem, ez lesz a sorsom. És vagy itt találom meg életem örömét és boldogságát, vagy nem fogom megtalálni. A másik, hogy hova megy Jézus? A Jordán folyóhoz, ahova mennek az emberek, akik úgy mondjuk, hogy bűnbánatra vezekelni. Keresztelő János nem dicsérget, nem ígér semmit. Nem lebegtet ilyen gyönyörű fényeket, hogy milyen fantasztikus. Azt mondja, térjetek meg, kapjatok a fejetekhez, gondolkozzatok már el, hol vagy, honnan jöttél, és hová akarsz menni. És ezek az emberek megérzik, hogy én is ilyen vagyok. Nekem is szükségem van rendezni az életemet, a sorsomat. És néha meg kell ezt tennünk. Ez valójában egy szép szentgyónás. Amikor azt mondom, hogy nem ott vagyok, vagy nem mindig ott vagyok, ahol kéne. Nem sikerül, nincs ezzel semmi baj, de rendezni kell. Szembe kell vele nézni, helyre kell tenni az életemben. És bűnbánat keresztségét ott fogadják keresztelő Szent János szavait, és ide áll Jézus közénk. És ez az utolsó kép mellénk áll. Azok mellé állt, akik ott voltak. Isten fia, Isten szeretete mellém áll. Az emberi sorsunknak, az életünknek, egy gyermek emberré válásának, érett felnőtté válásának a titka, hogy kik állnak mellette. Ki áll mellé. Először is a személyes sorsunkban hinni kell, hogy Isten mellém állt. Ott a Jordán folyóban. És ma is, amikor kilépünk a templomból, ha csak ezt az egy üzenetet magunkkal visszük, hogy Isten mellém állt. Mindegy, hogy milyen vagyok. Mindegy már, hogy jöttem. Majd ez a mellém állás rendezni fogja a sorsomat.
ez majd segíteni fog. De bízzak benne. Micsoda erőt, mindnyájan emlékszünk gyerekkorunkban, fiatalkorunkban, hogy micsoda erőt jelentett, hogy valaki azt mondta, hogy én kiállok melletted. Rám számíthatsz. A gyermek léleknek kell az apa, anya szeretete, hogy mellettem állnak. Lehet, hogy rosszat tettem, lehet, hogy hibáztam, lehet, hogy lusta vagyok, de mellettem állnak. Minden feleség, édesanya nagy-nagy titka, hogy a férje, mint egy férfi, ott van-e mellette. Mellém áll-e? Védi-e a családomat? Számíthatok-e rá? És ez adja meg a biztonságát, ez adja meg az örömét, és ez adja meg a szeretetnek azt a túlcsordulását, amelyik minden családi asztalra kell, hogy ott legyen. És minden férfinak meg kell tapasztalnia, hogy Isten mellém állt, és segíteni fog. Abban a nagyon sokszor mérhetetlen magányos küzdelemben, amit nekem a családban, a munkában, a hétköznapi életben meg kell vívnom. Legyünk hálásak azokért az emberekért, akik mellettünk álltak. Tanárok, nevelők, a nagy családban családtagok. Mindenki tudja, hogy ki volt az a nagy családban, nagynéni, nagyszülő, nagymama, nagyapa, aki tudtam, hogy mellém állt, és mindig, mindenkor számíthattam rá. Jézus megkeresztelkedése. A csönd, a készület. Újra és újra kellenek ezek a csöndek, amikor a tevékenység kifelé nem hat, csak készülünk. Egy-egy család életének a mélye, a titka, hogy hogyan tudja megélni ezeket a csöndes, egyszerű időket. Egy-egy egyházközség. Hétről hétre nem történik szinte semmi. Jövünk vasárnap, itt vagyunk a Szentmisén, megyünk, végezzük a munkánkat, aztán újra jövünk, názáreti élet. 30 év volt Jézus életéből. Nem félt tőle. Megélte. Mert amikor majd szólít az Isten, akkor majd ki tudok lépni. Akkor majd el tudok indulni. Dönteni kell. Beleállni az életem folyójába. És ha még nem tettem meg, tegyem meg. Ne féljek tőle. Csak ott van a békém, az örömöm, a szeretetem, az Istentől elrejtett ajándék. És nézzem meg, kik azok, akik mellé oda kell állnom. Isten azért áll mellém, hogy én is odaálljak mások mellé. Kik azok, akiket nekem kell erősíteni. Lehet, hogy csak egy telefonnal, egy látogatással, vagy mellette lenni, vagy időt adni, lemondani tévéről, számítógépre, és azt mondom, most ez az idő, ez az este a tiéd, mert melletted vagyok. Mert akarom, hogy érezd a jelenlétemnek, a szeretetemnek a biztonságát és az erejét. A mennyei atya szózata hallatszott, te vagy az én szeretett fiam. Nincs ennél nagyobb, nincs ennél gazdagabb, szebb üzenet az emberi sorsnak. Mondhat mindenki, amit akar. De ott vagyok életem folyójában, ha döntöttem ott belül igazán Krisztus mellett, akkor meg fogom hallani Isten nekem szóló szép üzenetét. Te vagy, te az én szeretett teremtményem, gyermekem vagy, akiben kedvem tellik.